Nagyon hősiesek vagytok, hogy így a nap végén még mindig bírtok egy előadást végig hallgatni. Arra gondoltam, hogy biztos már elég fáradtak lehettek, ráadásul most nem nagyon volt szünet, hogy viccolnátok, ha csinálnánk egy kis légzést, hogy kicsit felébresszük magunkat. Helyezkedjen kényelmesen, és esetleg akik hátulról nem volna kedvetek, így előrébb jönni, hogy meghittebben tudjunk együtt lenni. Ki lehet menni közben is nyugodtan, nem sértődöm meg, csak jobban látlak titeket, ha közelebb vagytok. Jó, na akkor csak helyezkedjünk el kényelmesen, megkeresztezz a lábaidat, lábak a talpak a talajon, húzd ki magad egyenes és kiegerítedet, és emeld föl a két karodat 60 fokos szögben, úgyhogy a tenyered így fölfelé, befelé nézve. Aki kundalini jóga azok már ezt tudja, mi következik. Ha csak nem menstruálsz, vagy nem vársz babát, akkor tűzlégzéssel fogunk lélegezni, ami egy intenzív, gyors, hasi légzés orron keresztül végezzük, ha esetleg valaki ismeri a kafalabhatit, hatha-jóga tradícióból ez hasonló, csak a belégzés is aktív és ugyanolyan hosszú és mély, mint két szakasz, jó? Na, akkor nyújtod ki jó messzire, két karoddal hunyd le a szemed, vegyél egy jó mély levegőt, és kezdj el orron keresztül lélegezni, minden kilégzésre erősen behúzod a köldöködet. Ez az nagyon jó, mozogjon a köldököd, gerincedet tarts nyújtva, mákosodat emeld ki, karok egyenesek, nyújj ki a mellkasadba, jó messzire. Érezd, hogy dolgozik a köldököd. Kicsit felserkeltük a keringést, agyunkban több oxigént juttatunk a vérbe, az agyba. Felébresztjük újra a figyelmünket, kicsit felfrissítjük magunkat. Nincs csak hátra, még egy kicsit tarts ki. Pont lehetett volna, igaz? Vegy egy jó mély levegőt, tartsd bent, belélegezz ki, és nagyon lassan, elegánsan engedd le a két kezed, majd egy kicsit csukott szemmel, lélegezz nyugodtan. Keresztül levegőt venni, mintha így beszűrcsölnéd a levegőt. Még meg elkezdel elmondom, hogy csinálunk, tehát hogy egyetlen egy nagy levegőt fogunk venni, tehát hogy megtöltjük a tüdőnket, úgyhogy sok kicsi szippantással töltjük meg a tüdőt, csak a szájon keresztül, és amikor úgy érzed, hogy már teljesen tele van a tüdő, akkor csak maradj így csukott szemmel, és tartsd bent a levegőt, jó? Kezdel. Ez az teljesen, nem még egy kis, még mindig van ott egy kis hely, amíg van hely, addig szipákolj. Jó, és ha tele van, tüdőd, akkor csak próbáld teljesen ellazítani mindenedet, és egészen nyugodtan tartsd a levegőt, amíg kényelmes. Ha úgy érzed, elég volt, akkor lélegezz. Sóhajtjön nagyon.
lelked csukat szemmel, hogy hogy érzed magad? És aztán lassan nyisd ki a szemed. Na, jól vagytok? Készen álltok? Mert hogy a témánk az nem egy könnyű téma, és örülök, hogy ennyien itt vagytok most. Egyébként tudjátok, mire jöttek, ugye? Jó, ha már így magunk között vagyunk, megtennétek, hogy felteszitek a kezeteket azok, akik azért vannak itt, mert mondjuk érintettek a témában? Aha. És hányan vannak közületek, akik jóga oktatók esetleg? Wow! Nagyon jó, hogy itt vagytok. És akik egyébként rendszeresen gyakorolnak? Uh-huh. Jó, szuper! Nagyon örülök, hogy ilyen sok jóga oktató van itt, mert van olyan, ami eredetileg egy másik témával készültem. A bőségről akartam beszélni, aztán megváltoztattam, mert nem tudom, hallottatok-e róla, de hogy most elindult egy program, az a neve, hogy Száraz November, a Kékfont Proklamanciál és Prevenciós Alapítvány indította, és ez a Száraz November, ez arról szól, egy ilyen angol kezdeményezés mintájára, hogy egy hónapig ne ilyen alkoholt. És én nagyon megörültem, mikor ezt megláttam, és úgy éreztem, hogy halleluja, végre méltó módon beszélünk erről a témáról, és hogy én szeretném, hogyha minél többen tudnák azt, hogy van egy fantasztikus eszköz a kezünkben, ami a jóga, ami nagyon nagy segítség lehet azoknak az embereknek, akik függőséggel élnek, és ki szeretnének belőle gyógyulni. Ennek a kezdeményezésnek egyébként nincs köze a jogához, tehát ez egy ilyen teljesen más jellegű civil kezdeményezés. Ugyanakkor, amiről beszélnek, az nagyon jogikus, úgymond nagyon hasonló ahhoz, amit megélünk a jogában is, amikor elkezdünk a függőségeinken dolgozni. Ugyanis azt mondják, hogy akik már ezt tavaly végigcsinálták, hogy ebben az egy hónapban jön a sóvárgás. Rátör a sóvárgás démona. Ezt a kifejezést egyébként Máté Gábortól kölcsönöztem, akit érdekel a téma, ő kötelező olvasmány, egy fantasztikus Kanadában élő orvos, aki súlyos drogfüggőkkel dolgozik. És ugye, amikor megvonjuk magunktól a szert, amivel élünk, akkor ott lesz egy kis probléma. Mert hogy attól még a sóvárgás, ott marad a vágyakozás. És hogyha ebben a sóvárgásban éberen tudunk maradni, meg tudjuk figyelni, hogy mi történik, akkor nagyon, nagyon sok lépést tehetünk önmagunk felé. Nézzük meg, hogy mi a függőség gyökere valójában, mitől leszünk függők. Ugye, nagyon sokáig azt gondolták a tudósok és az emberek általában, hogy azért lesz valaki mondjuk heroinfüggő, mert heroint fogyaszt, és a heroin az egy addiktív szervel, és sokáig használod, akkor a tested már kívánja. Aztán elkezdtek további kísérleteket végezni, és azt látták, hogy van egy nagyon híres patkány kísérlet, nem tudom, egy ilyen jópofa YouTube videó keringett róla a Facebookon, nem tudom, találkoztatok-e vele, amiben egy Alexander nevű professzor elkezdett azon gondolkozni, patkányokkal kísérleteztek, és azt nézték, hogyha letesznek eléjük sima vizet és droggal szennyezett vizet, vagy kevert vizet, akkor mi történik, és a patkányok kivétel nélkül addig tolták a cuccot, amíg ki nem nyírták magukat. És akkor elgondolkozott ez a professzor, hogy oké, de hát ez a szegény patkány ott van egyedül egy ketrecbe bezárva. Hát azért az nem olyan vidám, ha én egy ketrecben ülnék, lehet, hogy én is inkább azt választanám. És akkor kitaláltam, hogy csinál egy ilyen fantasztikus patkányparkot, ahol mindenféle játékok,
akik, ahol sokan vannak együtt, finom ételeket kapnak, tényleg jól érzik magukat, társas kapcsolataik vannak, és azt figyelték meg, hogy ebben az esetben szinte egyetlen egy patkány sem választotta a kábítószerrel kevert vizet, és soha nem történt túlebeolás, tehát hogy nem vitték el magukat addig a pontig, abban a magányosan élő patkányok. És ez egy nagyon fontos észrevétel volt, ugyanis ebből az derült ki, hogy a függőség mögött valójában mindig valami nagyon mély fájdalom, valami trauma él, valami trauma hívja életre, és ez egy olyan fájdalom, amivel nem tudunk megküzdeni, amivel egyedül maradunk. És abban a pillanatban, hogy ismét lesznek kapcsolódásaink, és társas közegbe kerülünk, ahol megbecsülnek minket, ahol szeretetet kapunk, ahol figyelmet kapunk, abban a pillanatban ezek a traumák feldolgozásra tudnak kerülni, és már is szűnik a függőségnek a szorítása. A függőségnek persze több szintje van. Tehát ugye a viselkedés szinten a függőség azt jelenti, hogy van egy olyan szokás az életünkben, ami nélkül nem tudunk működni, tehát valamit igénylünk, ami a normális napi működésünkhöz szükséges. Ugyanakkor ez a dolog minket pusztít is, nem táplál, hanem pont, hogy pusztít. Tehát paradox módon a fájdalom hívja életre a függőséget, a fájdalom miatt nyúlunk valamihez, ami segít nekünk tompítani ezt a fájdalmat, segít elviselni valót, segít elterelni a figyelmünket róla. Ugyanakkor hosszú távon még nagyobb fájdalmakat gerjeszt az életünkben és a körülöttünk lévők életében. És ezért nagyon fontos, ha a függőségek kezelésében gondolkodunk, akkor nem individuális felépülésről és gyógyulásról beszélni, hanem társas felépülésről. Tehát valójában az, hogy ebben a társadalomban a függőség ennyire nagy probléma, az azt mutatja, hogy bennünk közösség szinten van valami elég komoly probléma. Tehát egyszerűen elvesztettük a kapcsolódást, elvesztettük a meghittséget, elvesztettük az egymás felé fordulást, elvesztettük azokat az alapvető emberi szükségleteinket, amik szükségesek ahhoz, hogy jól tudjunk fejlődni érzelmileg, lelkileg és mentálisan, és jól tudjunk működni. Ugye, amikor a gyermek megszületik, akkor első körben ezt a fajta figyelmet, szeretetet, gondoskodást az édesanyjától kapja meg, illetve a szűk családi környezettől, aztán ahogy növekszik az egyre tágabb környezettől kellene megkapnunk. Amit nem kapunk, sőt, még rengeteg traumán is megyünk keresztül, amivel nem tudunk megküzdeni, ezért valamiféle megküzdési stratégiát ki kell alakítanunk. Valamit kell találnunk, ami segít túlélni. És ebben nagyon kreatívak vagyunk, és mindenki megtalálja a maga módját, megtalálja a maga a szerét. És aztán ezzel jó, hosszú távon jól tudunk működni. És valahogy van egy pont az ember életében, amikor egyszer csak rájön arra, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy ez először még csak egy ilyen harmány sejtésként jelenik meg. Aztán az is lehet, hogy már a tested jelez, tehát hogy az egészségedben jelentkeznek problémák. Az is lehet, hogy valami, nem tudom, baleset történik, hogy valami trauma, valami veszteség, tehát mindenképpen valami megrázó dolog, ami felébreszti az embert arra, hogy változtatni kell. Velem is pontosan ugyanez történt, én is saját érintettség okán kezdtem el ezzel a dologgal foglalkozni, természetesen meg mindig a Schuster cipője, Lukas, és azt kell mondjam, hogy azt nem tudom elmondani, hogy én az a sikersztori vagyok, aki így rájött, hogy baj van, és elkezdett jogázni, és most már minden csoda szép, de az biztos, hogy egy óriási életminőségváltozás történt az én életemben is,
és nagyon fontosnak érzem azt közvetíteni valahogy, hogy a betegség, tehát hogy a függőség, az arra nézhetünk úgy, mint egy betegségre, mint valami, nem tudom, ilyen szerencsétlenségre, ami sújt minket. Nézhetünk úgy is rá, mint egy lehetőségre, és én a jogától ezt kaptam. Ahogy elkezdtem ezzel foglalkozni, megértettem, hogy a függőséggel foglalkozni valójában olyan, mintha kapnál, megtalálnád Ariadné fonalát, amit hogyha elkezdesz így felfejteni, akkor egyre közelebb kerülsz önmagadhoz. És ugye a jogában a legvégső cél az, hogy megválaszoljuk azt a kérdést, hogy ki vagyok én. És ennek is persze többféle szintje van. Van a legmélyebb spirituális értelmében vágyunk önmagunk, a valódi önmagunk felismerésére. Ugyanakkor ez az önvaló mindannyiunkban, mindannyiunk életén keresztül nagyon egyedi módon nyilvánul meg, és az pedig az, ahogyan te az életedet élni fogod, amivel töltöd az idődet, ami a munkát végzel. És ami minket igazán boldoggá és teljessé tud tenni, az, hogyha ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni. Akkor nézzük meg, hogy a jóga az milyen szinteken és hogyan tud segíteni ebben a folyamatban. Van először is ez a nagyon primér szint, a test szintje. Elkezdesz jogázni. Én kundalini jóga tradíciójából jövök, hogy ezen a területen is képződtem, így a függőségek gyógyításában. Úgyhogy ami példákat tudok mondani, azok ebből a tradícióból származnak, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy minden tradícióban megvan ezeknek a dolgoknak a megfelelője, mások az eszközök, de a lényeg ugyanaz. Ugye elkezdesz dolgozni a testeddel, elkezded mozgatni magad. A függőség állapot az egy nagyon ilyen contracted, ilyen összehúzódott állapot, így el vagyok akadva. Valami folyamatosan ismételek, pedig tudom, hogy nem akarom ezt csinálni, tudom, hogy ez nem jó nekem, és én mégis csinálom. De nem tudok ebből kitörni valahogy, be vagyok ebbe zárva, ebben a működésembe. Ugye elkezdek mozogni, és elkezdem megnyitni magam. Elkezdem úgy mozgatni a testemet, hogy azok a blokkok, amik testi szinten is megjelentek, elkezdenek kioldódni. Megpróbálom újra beindítani az energiáramlását a testemben. A kundalini jogában nagyon sok intenzív gyakorlatot végzünk, sok dinamizmus benne, sok az ilyen intenzív légzés, mint amit az előbb is megtapasztalhatatok, és ez beindítja a testnek a méretelenítő folyamatait. Tehát, hogy elkezd testi szinten is a felhalmozódott méreganyag kiürülni. Annak idején, mikor Jogi bácsám, ő a mi tradíciónknak a mestere, aki elhozta nyugatra a kundalini jogát, amikor eljött nyugatra, akkor itt a 60-as évek végén ő gyakorlatilag a hippi mozgalommal találta szemben magát, látta, hogy valamit nagyon keresnek, látta, hogy nagyon tagadják azt az életmódot, amiben a társadalom él, ezt köszönjük, nem akarjuk, de hogy mit akarjunk, azt nem tudták pontosan, valamit nagyon kerestek, valami más tudatállapotot. Ők is a szabadságot keresték, ez egy nagy ébredés volt az emberiség történelmében, csak ők ugye a drogokkal próbálkoztak. Hát szerintem sokan belefutottunk mi is ilyen próbálkozásokba, de szerencsére megtaláltuk a jogát, és megtaláltuk azt az utat, ahol úgy tudjuk megtalálni ezeket a tiszta tudatállapotokat és ezt a belső szabadságot, hogy közben még emeljük is magunkat, és nem pusztítjuk a testünket. Tehát, hogy elkezdünk tisztulni. Nagyon hangsúlyos szerepe van a légzésnek a jogában. Mi történik, amikor elkezded lelassítani és mélyíteni a légzésedet? Ugye megállítod az időt. Biztos volt már olyan tapasztalatotok, hogy egy nagyon lassú, koncentrált, mély légzés, az milyen tudatállapotba viszel. Ott üresség van, ott nincsen semmi, ott nincsen idő, ott nem hiányzik semmi, ott minden teljes. Megérkezel a mostba. És ez egy nagyon fontos erő a jogában, mert a gyógyulás az mindig a mostban történik. Ami beteg, az a személyiség, az nem te vagy.
Nagyon sokféle módszerrel lehet azon is dolgozni, és azt mondom, hogy az is egy legitim dolog, annak is megvan a helye. De a jogának megvan ez a fantasztikus ereje, hogy átvágja ezt az egészet, és egyből oda visz el téged, ami túl van a személyiségeden, ami túl van a dualitáson, ahol békét találsz, ahol csend van, ahol ez az egész őrület, ami a fejedben megy, és ami folyamatosan arra késztet téged, hogy valahogyan kimeneküljél belőle, az megszűnik. Ott nincsen szükség semmire. Dolgozom egy önkéntesként egy kórháznak az addiktológiai osztályán. Ott főleg alkoholbetegek és gyógyszerfüggők vannak. Többnyire idős emberek, nagyon meglepő emberekkel találom magam szemben, abban a tekintetben, hogy soha nem gondolnám, hogy ők eljönnek egy jóga órára, de mivel ott vannak egész nap, van ez a lehetőség, kíváncsiak, bejönnek. Fantasztikusak, egyszerűen lenyűgözőek, soha jogáról életükben nem hallottak, egy kicsit lélegeznek, egy kicsit elcsendesednek, és mindjárt látszik, hogy teljesen máshol vannak magukban. Tehát ami egy függő beteg számára felbecsülhetetlen, az, hogyha egy pillanatra megbékél azzal, ami van. Tehát valójában minden szer, amit használunk, legyen az heroin, alkohol, marihuana, bármi, fájdalomcsillapító. Próbáljuk valahogy túlélni a fájdalmat. Próbáljuk valami gyógyírt találni, valami elhítést a szenvedésre. Amikor hazatalálunk magunkban, így akár egy ilyen elmélyültebb légzés, egy meditáció során, akkor ott van egy pillanatnyi szabadság, ott megszűnik ez az egész rémálom. És hogyha minél többet gyakoroljuk ezt a fajta tudatosságot, minél otthonosabb számunkra ez az állapot, akkor amikor kint vagyunk az életben, és jön ránk támad a sóvárgás démona, és azt mondja, hogy fiú, nem kéne enni ilyen sört, vagy milyen elharágyunk, de neked egy cigire, akkor neked ott van egy lélegzetvételnyi időd. Ott vehetsz egy nagy levegőt, és van egy pillanatnyi szabadságod, eldöntsd, hogy tényleg ezt akarom? Tényleg erre van szükségem? Tényleg ez fog nekem most segíteni? Vagy egyáltalán, hogyha megtalálod ezt a pillanatnyi csendet, akkor már nem is lesz szükség semmire. Tehát így elmúlt, kész. Olyan, mintha így leperkedt volna előtted egy mozi, és aztán most megint üres a vászon, most megint történhet bármi. De hogy a dráma, a szörnyeteg, az eltűnt. Úgyhogy ezért nagyon sokat tud adni az, hogy rendszeresen megmozgatják a testüket, vagy megmozgatjuk a testünket, hogy lélegzünk, hogy meditálunk, hogy keressük ezt a belső csendet. Mentálisan, ugye, ami folyamatosan ébren tartja, működteti ezeket a szokásokat, az, hogy a fejünkben megy egy magnó folyamatosan. És olyan hitrendszereink vannak magunkról, amik nem valóságosak, de megtanultuk őket. Mert valamikor a múltban valaki ezt mondta nekünk, és mi elhittük neki, hiszen mondjuk történetesen, ha a családunkról van szó, vagy a szüleinkről, gyerekként a szülő az Isten. Tehát ha ő azt mondja, hogy fiam, rossz vagy, akkor igen, rossz vagyok. Elhiszed, hogy biztos veled van a baj. Ha téged bántanak, anyu dühös, akkor biztos velem van a baj, én csináltam valami rosszat. Tehát nem elég, hogy nem tudod megvédeni magad, még el is hiszed azt, hogy te okoztad ezt az egész helyzetet. Tehát elkezd felépülni egy mentális struktúra, elkezd felépülni egy személyiség, ami ezeken a hitrendszereken alapszik. Az egész életed szépen ehhez fog rendeződni, hogy te mit gondolsz magadról, annak idején mit mondtak neked saját magadról, mit tükröztek belőled vissza. Amikor elkezdünk jogázni, akkor ugye nagyon fontos része a praxisnak a meditáció. A meditációban mi történik? Leülünk és figyeljük, hogy mi történik. De ugyanezt történik a testgyakorlás közben is, tehát hogy akár a mozgást is hozhatnám volna ismét példának. Folyamatosan figyelem, hogy mi történik a testemben. Hogyan nyúl
izmok, hogyan feszülnek, hogyan nyílik ez az ízület és az az illet, és nem enged a testem, ott egy kicsit fáj, fúj, milyen finom melegség van. Tehát tudatosítom azt, ami történik, tudatosítom azt, ami itt és most ebben a pillanatban történik. Én azért imádom a jogát, mert annyira praktikus. És nagyon hiszek abban, hogy akkor van igazán értelme jogázni, hogyha mindaz, amit megtapasztalok a jogaszönyeget, azt ki tudom vinni az életbe, és ott integrálódik, a részemé válik, a mindennapjaimban válik, és átformálja a gondolkodásomat. Hogyha a jogaszönyeget megtapasztalod ezt, hogy te képes vagy erre, hogy tudatosítasz, ami itt és most történik, akkor tegyük fel, belekerülsz odakint egy helyzetben, ahol valami történik, és kizökkent téged, kizökkensz a középpontodból, és jön a dráma, és jönnek a heves érzelmek, és teljes tűzjáték, akkor ott is képes leszel ezt a fajta éberséget fenntartani. Ott is meg tudod figyelni, hogy mi történik. Hogy igen, most dühös vagyok, érzem a gyomromban ezt az indulatot. És van rá eszközöm, hogy ezt végignézzem, benne maradjak, engedjem, hogy már történik, anélkül, hogy reagálnék. A kundalini joga az egy nagyon szembesítő joga, nagyon sok kihívással teli gyakorlattal lehet benne találkozni. És ez nem azért van, mert mi így ilyen szadomozó jogaiskola vagyunk, hanem mert pontosan Jogi Bhajan nagyon jól meglátta azt, hogy ennek az európai elmének valami nagyon erős ingerre van szüksége ahhoz, hogy ki tudjon zökkenni, mert annyira makacs, annyira tartja magát, annyira hisz saját magában. Tehát, hogy valami hardcore dolog kell, hogy ezt a elme varázslatot így meg lehessen törni. És a mi gyakorlatainkban nagyon sok olyan feladat van, amikor belekerülsz egy olyan testhelyzetbe, ahol rettenetesen kellemetlen érzeteket érzel. Viszont ez az a helyzet, ami annyira kiélezett, hogyha megengeded magadnak, hogy azt mondja egy esélyt, hogy ebben benne maradj, engedd, hogy ez történjen, akkor ott valami, egyrészt valami olyan belső erőre tehet szert, tehát hogy olyan erőforrásokat találhatsz meg, amiket eddig nem ismertél, másrészt képes leszel túllépni a dualitáson, tehát hogy azt megérteni, hogy a fájdalom az pontosan ugyanolyan érzet, mint bármi, ami kellemes. Tehát, hogy csak egy érzet, valami, ami egyszer nem volt, most meg van, aztán megint nem lesz valami, ami jön és megy. És ez rendben van. De ugye arra vagyunk szocializálva, és az egész társadalmunk arra van felépítve, hogy minél gyorsabban kielégülést találni, minél gyorsabban megelégedéshez jutni, és minden, ami kellemetlen, azt gyorsan így takarítsuk el, söpörjük a szőnyegen, ne foglalkozzunk vele, nincs is, de van. Ezért vagyunk annyira sokan függők. Mit szóltok, ha tennék egy kísérletet, ha már így szóba került ez a dolog? Megtennétek, hogy így csináltok a kezetekkel? Összeér a kisúly és a gyűrűsúly, a középső és a mutató, és a hüvelykúly az így elállt tőlük. Ezt mind két kezeteken, most nem tudom a mikrofonja. Jó, és a bal tenyér az nézzen lefelé, a jobb tenyér pedig fölfelé. Kicsit lehet, hogy így előre-hátra elcsúszhattak, tanulhatjátok a széket, hogy kényelmes. De ez most legyen kényelmes, jó? Legalább az legyen kényelmes, ahogy ülsz a széken, egyenes a gerinced, kiemeled a mellkasodat, és jó messzire nyújtasz ki a karokkal, egy ilyen finom feszülést, nyúlást érezhet a hollad aljában. Jó, és a légzés az pedig úgy fog kinézni, hogy nagyon mélyen lélegzel be a szádon keresztül, és nagyon mélyen erőteljesen az orrodon ki. Orrom ki. Oké, hunyd le a szemed,
őrizd ezt a tartást, én meg közben szórakoztatlak kicsit titeket. Szóval ugye az történik, hogy most ülünk itt ebben a pózban, amit soha egyébként eszünkbe nem jutna fölvenni, és most pár percig elidőzünk benne, és megnézzük, hogy mi történik. Próbálj tartani a mudrát, közben az ujjaidon. Természetesen bármikor ki lehet szállni, de nem érdemes. Ha már így alakult, vagy ide csöppentél, akkor adj magadnak egy esélyt, hogy ezt megtapasztalj, és csak figyeld meg, hogy mi történik velem. Néhány perc múlva meglehetősen kényelmetlenül érezheted magad a testedben, és próbálkozz meg azzal, hogy bármit is tapasztalsz, arra egyszerűen mondj igent, engedd meg magadnak, engedd meg annak a fájdalomnak, hogy ott legyen a válladban, a feszülésnek a karizmában. Lélegezz nagyon mélyen, és csak figyeld meg, hogy az elmény milyen trükkökkel próbál meg kizökkenteni. Nagyon erős testi érzetek jönnek ki, jaj, muszáj megmozgatni a fejemet. Elkezdesz kicsit ficánkolni, mozgolódni, hát ha az segít, mindenféle módokon próbálsz egy picit csalni, kicsit lejjebb engeded a kezed hátra, úgy könnyebb lesz, nem lesz könnyebb, sokkal nehezebb lesz. Szóval egyszerűen most nem minősítsd azt, ami történik. Ne tegyél semmiféle előjelet hozzá. És mindig csak egy lélegzetvétellel menjél tovább. Mindig csak ez a lélegzetvétel van. Az, hogy az életünkben mi történik, arra nem sok befolyással bírunk. De hogy hogyan viszonyulunk a történésekhez, az rajtunk múlik. Abban van döntési szabadságunk. Ha képesek vagyunk megengedni az életnek, hogy történjen, anélkül, hogy mi jobban tudnánk, hogy minek kéne történni, akkor megszűnik a szenvedés. Amíg küzdünk ellene, addig csak egyre erősödni fog. A szabadságod a megengedésedben van. A gyógyulás útja az elfogadás. Ha elfogadod azt, ahol most vagy, aki most vagy, és tudod, tudatosítod magadban, hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. Ha hiszünk abban, hogy a teremtés tökéletes, akkor mi is jók vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Különben ez azt jelenteni, hogy a Jóisten hibázott. Lélegezz és nyújtozz jó messzire. Figyeld meg az érzéseidet, figyeld meg az érzeteidet, a gondolataidat. Jó, és vegyél egy mély levegőt. Tartsd bent. És nagyon-nagyon lassan kilégzéssel engedd le a két kezed. Már egy kicsit csukott szemmel. Még nem mozdulj, maradj benne a pillanat intenzitásában. Nézd meg, hogy van-e bármi, ami most hiányzik. Bármi, ami nem jó. Van egyáltalán bármi. Sohajts.
és lassan kinyithatod a szemed. Köszönöm szépen, hogy ilyen kitartóak vagytok, és remélem, hogy valamit sikerült ebből most megérezni. Szóval azt hiszem, hogy tényleg ez az egyik legfontosabb üzenete számomra a kundalini jóga gyakorlásának, hogy nem nekem kell kitalálni, hogy hogy milyen kell történni az életben. Jogi Bhajan azt is mondja, hogy szoktam mondani, hogy you are not the doer, tehát hogy nem te vagy a cselekvő, te a cselekvőnek a teremtménye van, vagyis te egyetlen dolgod az, hogy megenged, hogy mindezt történjék. És amikor jogázol, akkor minden pillanatban tudatosíthatod magadban azt, hogy bármit is érzel, bármi is történik a testedben, az rendben van. Természetesen van egy folyamatos figyelem, és nem akarunk sérülést okozni magunknak, nem akarunk problémát okozni a testnek, tehát hogy azért is mondtam, hogy ki lehet szállni, oda kell figyelni magadra. De amikor benne maradsz egy-egy ilyen helyzetben, ott mindig átléphetsz valami határt. A saját komfortzónának a határát, amit a múltad rajzolt meg, azt a nagyon beszűkült teret, amiben most élsz, pedig a világ valójában a valóság az 360 fokos teljesség, amiben bármi megtörténhet. És hogyha ezeket a határokat le tudjuk bontani, a gyakorlás, a fizikai gyakorlás, a meditáció segítségével, akkor egy egészen új élet bontakozhat ki előttünk. És én szívből kívánom nektek, hogy ezt a teljességet meg tudjátok találni. Kérlek szépen, ha bárkivel találkoztok, aki azt látjátok, hogy elveszett, akkor nyújtsatok neki segítőkezet, szóljatok neki, hogy van egy ilyen lehetőség, vigyétek el jogázni. És tudjátok azt, hogy ez valami tényleg nagyon jó gyógyszer. Nem kell feltétlenül, hogy mindenkinek ez legyen az útja, sokféle út létezik, de ez annyira sok szinten dolgozik a lényünkön, a testünkön, a lelkünkön, az érzéseinken, a spirituális érettségeinkkel, vagy érettségünkön. Ugye azt is szokták mondani, hogy a fájdalom valójában azért kell, tehát ha valami miatt kell, vagy ha valami értelmet próbálunk adni a létezésének, mert ez az, ahogyan, nem tudom, ismeritek-e Mocsit, úgy szoktam mondani, hogy ez az, ami a spirituális izmainkat megedzi, ez az, ami arra késztet minket, hogy keressünk, ami arra késztet, hogy mögé nézzünk a dolgoknak, hogy keressünk valami valóságosat, valami igazat. És hogy ez a fájdalom nem lenne